1939. szeptember 1-e Lengyelországnak olyan, mint nekünk magyaroknak Mohács. A náci német birodalom hadserege minden előzmény nélkül nagy erőkkel lépte át az ország határát, és csaknem 2 hét alatt hihetetlen rombolások és gyilkolások közepette foglalta el Lengyelországot. Barátainknak sem ereje, sem támogatója nem volt ekkor, hogy visszaverje a támadást. Ráadásul a megszállást követő 3. héten Sztálin szovjet hadserege keletről hasonló kegyetlenséggel nyomult be, embert, épületet nem kímélve. Így szeptember végére a térképről szinte eltűnt Lengyelország. 100 000-ek menekültek, mindenüket otthon hagyva. Közülük sokan Magyarországot választották menedéknek. Ezt a pillanatot adja vissza a Városháza galériájában megnyílt fotókiállítás, amit a kerületi lengyel nemzetiségi önkormányzat, illetve a Magyarországi Lengyelség Múzeuma és Levéltára válogatott össze. A képen látható 2 gyermek még most is él, és nagyon hálás Magyarországnak. Nem csak civileket, családokat, hanem lengyel hivatásos katonákat is befogadott Magyarország. Ezt úgy tette meg, hogy közben szövetségese volt Németországnak. Látni a körülményekből is, a fotóból is, hogy nem akármilyen helyeken szállásolt, tehát megbecsülték a lengyel katonatiszteket. Az alabéri mágnásnak a kastélyában kaptak helyet. Szapári Erzsébet grófnő és Varga Béla országgyűlési képviselő, illetve idősebb Antal József minden követ megmozgatott, hogy az ideérkező lengyel menekültek átmenetileg otthonra leljenek. Teleki Pál miniszterelnök utasítására a határokat szeptember 18-án hivatalosan is megnyitották a menekültek előtt. Ez egy nagyon jó sikerült fényekép. A szép lengyel katonatisztek a 2 ujjukkal tisztelegnek a fotós előtt, de hát hátul látni magyar egyenruhás katonákat is. Budapesten ennek a korszaknak emlékét őrzi a kőbányai lengyel templom orgonája. Ilyen még a Balatonboglári Lengyel Közösségi Ház. Mindkettő az ideérkező menekültek adományaiból épült meg. Emellett iskolákat, óvodákat, tánckorokat és zenekart is létrehoztak a táborokban élő lengyelek Magyarországon. Egyes becslések szerint csaknem 100 000 lengyel érkezett ez időtájt hazánkba. Megalapították a Lengyel Polgári Menekültügyi Bizottságot, amelynek Henrik Slavik lett a vezetője. Itt éppen a sárvári táborparancsnokság előtt látjuk Baló Zoltán ezredessel és egyéb katonatisztekkel. Henrik Slavikot ugyanúgy, mint Antal Józsefet, a nyilas hatalomátétel után a németek intenzíven keresni kezdték, úgyhogy elbújdosni kényszerültek. Körülbelül 1 hónap múlva fogták el őket. Mindenképpen el akarták bizonyítani Antal Józsefre, hogy törvénytelen segítséget nyújtott a lengyeleknek. Henrik Slavik a kínzásokat is kiállva nem vallott a barátja ellen. Antal Józsefet szabadon engedték, Henrik Slavikot viszont a lengyel konspiráció, magyarországi lengyel konspiráció többi tagjával együtt Mauthausenben kivégezték. A Városházán látható kiállítás szeptember 16-áig tekinthető meg hivatali időben a földszinten.